Tegnap volt Somos András születésnapja, és néhány nappal ezelőtt megünnepeltük azt, hogy már 4 pontja van a magyar labdarúgó válogatottnak. A magyar szurkolók hát kissé megittasodva a sikertől várják a portugálok elleni mérkőzést. Nem tudom, a Somos Andrásnak volt-e ilyenben része a születésnapja alkalmával, de majd mindjárt megtudjuk. Jó reggelt, szia András! Jó reggelt, Egon! Köszöntöm a nézőket! Mi is köszöntünk téged. Az a helyzet, hogy nagyon koncentráltam arra, Egon, nagyon koncentráltam arra, hogy amint kérdezel, pontosan értsem. Ezért nem mertem az estét úgy elvállalni, hogy a barátaimmal itt, akik a stábtagjai, elmegyünk és kirúgunk a hámból. De az biztos, hogy megleptek-e este ezzel a dologgal, hogy ők is megköszöntöttek. De ennél sokkal érdekesebb, hogy itt találtunk olyan szlovák szurkolókat, akik ugye tegnap előtt este, hát leszegett szlovák. Itt találtunk olyan román szurkolókat, akik tegnap előtt este az albánok ellen lehorgasztott fejjel hagyták el a Lyoni stadiont. És hát mikor megtudták, hogy magyarok vagyunk, egy kicsit beállt a csend a beszélgetésben. Azért mesélem ezt el, mert értékelnünk kell azt a helyzetet, hogy mi gyakorlatilag 4 ponttal vezetjük a csoportot, és vannak olyan nagy futballnemzetek, mint az előbb említett is, amelynek szurkolói hát bizony szomorkodnak azon, hogy szerepel a csapat. Ők rögtön korrupciót emlegettek, és az volt az érdekes, hogy a nagy román generáció, a Hadzsi Picurka Lakatus féle sem élvezett nagy tiszteletet előttük, mert hogy ők Steaua játékosok voltak, mondták nekünk, és nem pedig ugye Temesvár környékéről származtak. Szóval ez egy érdekes beszélgetés volt köztünk, és hát itt bementünk egy olyan pubba, Lyonba, ahol kifejezetten arra profilíroztak, hogy jönnek majd a szurkolók, és éjszakánként mulatoznak, és azt mesélték nekünk, hogy nem hallottak egyáltalán a magyar csapatról, nem tudják, hogy milyen rettenetes a szurkoló tábora. Erről egyébként angol lapok is írnak, hogy attól tartanak az angolok, hogyha tovább jutunk, akkor a magyar szurkolóknak lesz szerencséjük az angol szurkolókhoz, akik ugye felfüggesztés hatája alatt, vagy fenyegetése alatt próbálnak majd a következő körben is szurkolni, és hát nem mindegy, hogy a magyar ultrákkal esetleg, vagy másokkal, akik egyébként vérmesek, mert állítólag a magyar ultrák azok, de itt még mondjuk a Lyonban ezt nem tudják, szóval, hogy velük kerülnek-e össze. Most, hogy így hallgatlak, nekem két dolog merül fel. Az egyik az, hogy úgy beszélsz, mintha valódi az ultrák által kiváltott cselekmények lettek volna, akár a korábbi városokban. Másrészt viszont itt van a sajtóhír, éppen a román szurkolók azok, legalábbis a sajtóhírek szerint, amelyek keresik a konfliktust a magyar szurkolótáborról, és éppen ezért várják őket Lyonban. Te láttál ilyen fenyegető jeleket? Hát azon a meccsen, ami ugye az utóbbi volt a Marseille-n, azok az ultrák, akik zöld szörnyek néven futnak, szóval ők azért neki mentek az ottani biztonságiaknak, és a stadionban azért őrizetbe is vettek többeket. Egyébként 6 szurkoló ellen indultott eljárás, többek között ugye pirotechnikai eszköz alkalmazása miatt, meg azért, mert összetűzésbe kerültek az ottaniakkal. Hát mondjuk az egy szoftabb szurkolás volt a többiek részéről, hogy UEFA maffiát skandáltak a stadionban. Ezen egyébként az ottani kordont képező rendőrök jókat mosolyogtak. Jó, tehát akkor a román fenyegetésről egyelőre nem hallottál, ez budapesti sajtóhír, nem tudod megerősíteni, addig jó, amíg a helyszínről ez nem látszik. Hát én is olvastam, hogy a román kapitányt is megfenyegették, de hát ezek ugye itt Lyonban még nem értek ide ezek a hírek. Annyit tudunk egyébként, hogy a magyar csapat most indul el valamikor Turetből, ami Dél-Franciaországban van az ő szállásuk. Ugye tegnap voltunk ott forgatni az edzésen. Azt a 9 játékost láttuk, akik Izland ellen nem voltak kezdők, vagy nem egyáltalán nem kaptak lehetőséget. És azért érdekes az ő szerepük, mert van 4 sárga lapunk, Nagy Ádám, Klenheisler többek között, és az a kérdés, hogy Bernstorck húz-e olyat, hogy Pintér Ádámot esetleg Bese Patrikot beállítja, mert hogy ők ugye sárgalap nélküliek kevesebb szerepet kaptak, és hát az sem mindegy, hogy hányadik helyen végez a válogatott.
Ez így van, most a kísérletezésnek pont a portugálok ellen van-e helye és szerepe, azt meg majd Bernstorff eldönti. András, köszönjük szépen!